Mit jelent az, hogy diétás étrend az eleségallergiás állatok szempontjából? A diétás étrend azt jelenti, hogy azok az anyagok, amelyekre allergizálódott az állat, azok nem találhatók meg abban a bizonyos diétás étrendben. Néha ez egy egyszerű feladat, mert csak kettő vagy háromféle fehérjére allergizálódott az állat. Ilyenkor ezeknek a fehérjéknek a kihagyása az étrendből nem okoz különösebb problémát. A gond akkor van, amikor jelentős mennyiségű, akár 30, 40, 50 féle anyagra allergizálódott fehérje forrásra, vagy akár szénhidrát forrásra is allergizálódott az állat. Ilyenkor már bizony nagyon-nagyon nehéz olyan eleséget összeállítani az állatnak, akár otthon, vagy akár olyan tápot választani, amelyekből ezek az anyagok mind hiányoznak. Természetesen vannak a szaküzletekben kapható tápok között is olyanok, amelyek táplálék intoleráns, tehát rossz emésztésű és érzékeny emésztésű állatoknak valók, illetve táplálék allergiás állatoknak valók. Ilyenkor is, ha ilyen tápot választunk, mindig meg kell nézni, nagyon-nagyon meg kell nézni az összetevőit, hogy nehogy véletlenül olyan tápot válasszunk, amelyre ugyan rá van írva, hogy táplálék allergiában szenvedő állatoknak való, de pont a mi állatunknak ez esetleg nem megfelelő. Tehát lehet kapni már ilyen összetevő tápokat is a szaküzletekben. Megjelentek a piacon már olyan tápanyagok, amelyekben a fehérje egészen aminosabb szintig, tehát a fehérje alapanyagáig le van bontva, fel van tárva. Na most az aminosabbra nem alakul ki allergia. Tehát, hogyha ilyen tápot választunk, akkor mondjuk eléggé biztosra tudunk menni. Otthoni főzésben, az otthoni eleség elkészítésben is lehetünk ügyesek, és lehetünk nagyon okosan gondolkodók, hogyha olyan tápanyagot sikerül összeállítani, ami mindenféle szempontból teljes értékű, és mégis hiány van azoknak az anyagoknak, amelyekre allergizálódott az állat. Egy biztos gyakori és elterjedt dolog, és talán divat is, hogy a különböző tápcégek fajta specifikus tápokat állítanak elő, például a Yorkshire terriernek való táp, vagy éppen angol bulldognak, vagy francia bulldognak való táp, így külön az ő képével fémjelezve levehető a polcról. Ezek nagyon jó tápok a szónak abban az értelmében, hogy tényleg annak a fajtának az emésztésére és igényei vannak kihegyezve, de vigyázzunk, mert az allergiához ennek semmi köze. Tehát elképzelhető, hogy valaki Yorkshire táppal eteti a Yorkshire terrierjét, és mégis allergizálódva ez nem lesz alkalmas további etetése számára. A teljes értékű étrend összeállítása otthoni körülmények között egy nagyon szép feladat. Én biztos nem tudnék rá vállalkozni, mert talán nincs annyi türelmem és nincs annyi kézügyességem se talán, mint azoknak, akik ezt megteszik. Egyre viszont mindenképpen fontos fölhívni a figyelmet. Az otthon összeállított eleségnek a gyakori szövődménye vagy gyakori következménye a táplálkozás eredetű bőrbetegségeknek a megjelenése. És miről beszélek itt? Arról beszélek, hogy mindenre azért mi sem vagyunk képesek gondolni. Tehát amikor összeállítjuk egy adott recept alapján a kutyának az étrendjét, abból azért gyakran ez vagy az az anyag mégiscsak hiányzik. Leggyakrabban a zsírsav, a telítetlen zsírsavak, az omega-3, omega-6 zsírsav hiánya az okozza a tüneteket, de lehet E-vitamin hiány is, illetve A-vitamin hiány. Erre vannak érzékeny fajták, a schnauzer és a spániel félben az A-vitamin csökkent bevitelére kivezetten érzékenyek. Vannak kutyák, akiknek a cink felszívódása kora gyerekkoruk után, tehát kölyökkor óta gondjaik vannak, nem képes megfelelő mennyiségű cinket felszívni a tápcsatornáján keresztül. Ezeknél az eseteknél a cink adagulására különösen oda kell figyelni. Összességében összefoglalva azt tudom mondani, hogy minden diéta jó, amely teljes értékű, és hiány van azoknak az anyagoknak, amelyekre allergizálódott az állat.